Hát akkor nem tudom, hogy kik vagytok, nem látom a neveket. Minden esetre 100 000 éve nem találkoztunk, és nagy öröm, hogy megint egy nyilvános műsort lehet összehozni, legalább ilyen szinten, hogy lakásokból közvetítünk, és remélem, hogy nagyon-nagyon hamarosan már személyesen is lehet találkozni, személyesen is össze lehet jönni, személyesen is lehet együtt énekelni, személyesen is lehet szórakozni. Ha emlékeztek, március 15-én volt ennek a sorozatnak az első adása. Olyan muzsikát hoztunk nektek, ami túlmutatott a saját keletkezési helyén, ami bejárta a világot, vagy a világnak egy jelentős részét, különböző műfajok, az operától kezdve egészen a musicalig, a magyar nótától a népdalig, tehát sok minden van benne. Éppen ezért adtuk azt a címet ennek a műsorsorozatnak, hogy a jó zenének nem kell útlevél. Mellettem Pálffy Zsuzsa ül, azt hiszem nem kell őt bemutatnom, elég sokat találkoztatok vele hasonló típusú műsorokban. Ma ő lesz a beszélgetőtársam, és segítőm abban, hogy ezekhez a dalokhoz, zenékhez sok jót kívánjunk, jó szórakozást. Mi következik ilyenkor? Mindig, hogy el szoktam mondani, hogy tudod meghallgatni a zenét. Ugye ez nem televízió, tehát a képben kép formációt különböző technikai problémák miatt nem lehet megoldani. Éppen ezért mindig, minden alkalommal a meghallgatható dalt, azt berakjuk a hozzászólásokhoz. Ott csak rá kell kattintani, és már is halljátok. És hát, ugye ennek a műsornak az a címe, hogy a jó zenének nem kell útlevél, hát akkor induljon a szignál Vámosi Jánossal. Földünk nagy és zűrös, nem tudjuk ki bűnös, azért, hogy mi sokszor reszketünk. Feledni nem tudjuk, mégis megpróbáljuk, talán ezen segíté nekünk. A jó zenének nem kell útlevél, felkapja és elviszi a szél. Néha tán egy fáradt éjszakán, belopódzik szobád a kalokán. A jó zenének nem kell útlevél, minden ember úgy is utolér, tanulj meg egy jó melódiát, s veled énekel majd a világ. Nem változik semmi, nem enyhül meg senki, mégis olyan jó, ha száll a dal. Azt a percet várom, hogy a nagy világon minden ember dalolni akar. A jó zenének nem kell útlevél, felkapja és elviszi a szél. Néha tán egy fáradt éjszaka, belopódzik szobád ablakán. A jó zenének nem kell útlevél, minden embert úgy is utolér. Tanulj meg egy jó melódiát, veled énekel majd a világ. La 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 la. La 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 la. A jó zenének nem kell útlevél, minden ember úgy is utolér. Tanulj meg egy jó melódiát, s veled énekel majd a világ. Hát valóban a jó zenének nem kell útlevél, de az kell a jó zene, vagy éppen egy olyan zene, amire táncolni is lehet. Melyik a legnépszerűbb magyar népi tánc? Csárdás. Hát a csárdás persze, természetesen. Zsuzsi, te tudod, hogy honnan származik a csárdásnak az elnevezése? Nem tudom. Nem tudod? Nem. Én is ma néztem
utána, és annyira egyszerű pedig, hogy az ember nem is gondol rá, a csárda szóból, a kocsma szóval nyilván a csárdába táncoltak, méghozzá ugye ez egy páros tánc, igen, miközben ittak, így van, hát mikor lehet a port rúgni. A legények azok különféle figurákat csináltak, aztán elkapták a lányok derekát, és csárdásozni még a gyerekek is tudnak, mert kettőt jobbra, kettőt balra, legalábbis ez a legegyszerűbb formája, így van. Van-e az életedben olyan élmény, vagy bármi, ami a csárdáshoz kapcsolódik? Az első, találtam egy képet, amit anyukám elkett, az óvodába, magyar ruhába, pártába, csárdáshoz felöltözve ott állok, és ez utána aztán megjelölte az életem útját is. Persze, mert itt kezdődött, és különben is pártába szép a magyar. Most még valamit szeretnék a csárdással kapcsolatban mondani. Ezt megfigyeltem a különböző európai országokban való fellépésem alapján. Az egyszerű ember, ha azt mondják, hogy magyar vagy Magyarország, igen, ugye, akkor jön a paprika, igen, jön a cigány, igen, jön a csárdás, igen, azt nem tudják, hogy van-e villany Magyarországon, igen, de az később kiderül, igen, hogy igen, az is van. És a gulás? És a gulás, hát azt majdnem kihagytam. SZH-val természetesen. Igen. Így van. Olyannyira, hogy a klasszikus zenében, vagy a daljátékokban és egyéb művekben is felhasználták a csárdást, ezek közül a leghíresebb, a Monti csárdát. Így van. Vittorio Monti az az érdekessége, hogy nem népi zenét játszott a zenekara, hanem szalonzenét, és ez az az egy olyan dal, amivel világhírűvé tette magát, mint zeneszerző, valójában ő egy karmester volt. Ahogy vannak egydalos énekesek, vannak egydalos zeneszerzők. De csodálatos zenés. De hogy mennyire csodálatos, azt mindjárt meg is halljátok, Mága Zoltán előadásában.
Hát szép ez a Budapest, akárhogy is nézem. Idegen zeneszerző csárdást írt. Nekünk is van olyan zeneszerzőnk, akinek a dala világsláger lett Seres Rezsőre. Gondolok, és ha a Seres Rezső nevét kiejtem, akkor mindenki tudja, hogy a Szomorú Vasárnapról beszélek. Noha nem csak ez egy dal van az ő repertoárján. Zsuzsi, te láttad Serest valaha énekelni a zongora mellett? Azt hiszem, igen. Igen, de hol? Én a kis tipában. Igen. De tulajdonképpen, amikor megemlített, hogy Szomorú Vasárnap, akkor eszembe jut egy sztori, egy történet, azt mondják, hogy így történt. A Kispipában játszott Seres Rezső, és oda sokan jártak az ennivaló miatt is. Finoman főztek, így van. Ha ismered ezt a nevet, hogy Turán László. Ó, hogy ne, az egyik legnagyobb jazz zongorista volt. Egy jeles, ragyogó, könnyű zenei zongorista volt. Bejárt a Kispipába, és leült ahhoz az asztalhoz, ami a zongora mellett volt. Megrendelte a vacsoráját, evett. Egyszer csak fölkapta a fejét. Seres Rezső megszeppent, azt mondja, mellé ütöttem. Azt mondja, nem, ez volt az első jó akkord. Ugyanis ő nem tanult zenét, ő nem olvasott kottát. Nem bizony, megíratta mással, amit le akart adni, és egy ujjal zongorázott. Egy kézzel zongorázott, nem akkordozott. Úgyhogy énekelt mellé. Ez egy csoda volt, mert a Szomorú Vasárnap bejárta Európát, bejárta Amerikát, Ausztráliát. Rengeteg felvétel van belőle. Tehát, így van, több mint 100 nyelven jelent meg a dal, és hát ami nagyon érdekes, a Seresnek az élete ezzel kapcsolatban, itt igen nagy nyomorban élt az élete végén, ugye hazajött a háborúból, munkaszolgálatos volt, éppen csak, hogy el tudott helyezkedni, a Kispipába énekelt évtizedeken keresztül, ami nagyon érdekes, mert ő ugyan nem ment külföldre, de bejártak hozzá, külföldről mindig tömve volt a Kispipa, Seres Rezső énekelt, és egy ujjal zongorázott, de csodálatos hangulatot és csodálatos dalokat írt, egy melankólikus, amilyen az egész lénye, de élete végén visszaszorult a szobájába is, és nem zongorázott, nem csinálta a szakmáját, szó szerint nyomorgott. Miközben mesés vagyon volt kint Amerikában, egyrészt abban az időben nagyon nehéz volt útlevelet kapni Amerikába, tehát nem tudta fölvenni, átutalni, akkor nem lehetett Magyarországra. Másrészt nagyon félt a repülőtől, és nem volt hajlandó repülőre jönni, inkább nyomorgott, és a végén öngyilkos lett, ami nem sikerült, de a kórházban, amikor bevitték, ott megfojtotta magát a zsinórral, amivel fölkötözték alá. Borzalmas, nem is mesélem, akit jó, érdekelt, igen, az egy Szomorú Vasárnap volt. Nem Seres Rezsőről szól, de a dal kapcsán készítettek egy filmet, magyar-német egy filmet, láttad? Láttam. A Marozsán Erika ennek alapján, aki a női főszereplő, rengeteg külföldi megkeresést kapott és játszott külföldi idegen nyelvű filmekben is, és ebben is nagyon nagyot alakított, többek között elénekelte ezt a dalt, hát halljuk Marozsán Erika előadásában akkor a Szomorú Vasárnapot. Szomorú vasárnap, száz fehér virággal, vártalak kedvesen templomi imával, álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hindhaja nélküled visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú vasárnap.
utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el. Pap is lesz koporsó, ravatal gyászlepe, akkor is miránk vár virág és koporsó, virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, holtan is általak. Utolsó vasárnap. Hát igen, utolsó vasárnap, szomorú maga a film is, aki látta, azt tudja, szomorú Seres Rezsőnek az élete is. Egy nemzet... Bocsánat, igen. De viszont a műveivel örökké maradt. Így van. A mai napig óriási slágerek, hát magyar nótát is írt. Úgyhogy nagyon sokféle szerzeménye van. Ez egy világsláger, hiszen több mint 100 nyelven vették fel és énekelték el. De van olyan dal, olyan magyar népdal, ami szintén ma már nem is Magyarországhoz tartozó részeken gyűjtöttek, és elterjedt legalábbis nagyon sok országban is ismerik, sőt, Kodály Zoltán, aki ezt gyűjtötte, fel is dolgozta egy daljátékban. Zsuzsi, tudod-e, hol van Csitár, vagy a Csitári hegyek? Olyan sokszor elénekeljük, hogy a Csitári hegyek alatt... Azt hiszem Szlovákiában. Így van, Szlovákiában van, ahol 27 dal gyűjtött ezen a helyen Kodály, többek között a Csitári hegyek alatt is. Ha jól tudom, akkor te egyszer kaptál Kodály Zoltán aláírásával és átadásával egy könyvet. Nem jól tudom? A kis Mozartot? A kis Mozartot, igen. 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 És arra is emlékszem, mert én elolvastam, ami benne van, innen tudom. Egyébként ez egy nagyon jó könyv. A szép magyar... Igen, igen. A legszebb magyarsággal beszélőnek. A legszebb magyarsággal... Ez én voltam. Ugye Pécsi Blankával indították a... szépen beszélők versenyét, és ebbe gyerekek is benevezhettek, és ennek te voltál a nyertese. Én azt hiszem, hogy ez a könyv, ha megvan, az nálad van. Nem, az az én gyerekeimnél van. Úgyhogy tovább ment a családban, egy nagyon aranyos, bűvályos és nagyon népszerű a kis könyv. A kis Mozart, így igen. Van. Hát akkor most a kettőt összekombináljuk. Jöjjön a Csitári hegyek alatt című dal. Én is énekeltem. Igen? Igen, Münchenben énekeltem, mint magyar nótát. Pedig ez egy magyar névdal, igen. Igen, akkor még nem nagyon tudtam különbséget tenni, hogy mi az, ami a népajkáról fakadt, és mi az, aminek szerzője van. Minden esetre sírt, aki hallgat. Igen, hát ez egy nagyon, nagyon szép dal, így van. Ehhez mi nyelvet sem kell tudni. Egy kisfiú fogja énekelni, biztos emlékeztek rá, a Csillag születik be, tűnt fel Bíró Gergő, és Bíró Gergő nagyon nagy sikerrel énekelte el a Csitári hegyek alatt című dalt, most is ő következik ezzel a szép, gyönyörű népdallal. A Csitári hegyek alatt régen leesett a hó, azt hallottam, kis angyalom, véled esett el alul. Kitörted a kezedet, mivel ülesz ingemet, így hát kedves kis angyalom, nem lehetek a tiéd. Thank you.
életemben városban éltem, egy év kivételével, és mégis, ha ilyen képeket látok, mint ebben a videó, ez szívet melegítő képeket lehet látni, és hát ugye ez a múltunk, ebben benne van a magyarságunk és minden, ami ahhoz kapcsolódik. A magyarság az történelmi dalokban vagy történelmi játékokban is megmutatkozik. Nemzeti kincsé, sőt mondhatom, nemzeti jelképé vált az István a király a című rockopera Szörényi és Bródi szerzeménye, ami nemzeti erekje lett. Vitatkoznak, hogy így szabad vagy úgy szabad előadni, emberek egymásnak esnek, mert kivédi a hagyományt, ki pedig azt mondja, hogy haladni kell. Nem újdonság ez, már Aranyék is ezt csinálták. Először a Városligetben mutatták be, én ott voltam ezen az előadáson, méghozzá a szánkázó dombon jártál arra felé a Városligetbe? Nem emlékszem. Akkor valószínűleg nem tudod, hogy ennek nem volt neve, hanem az volt a neve, hogy szánkázó. Hát biztos szánkáztak a gyerekek. Hogyne, azért vitték ki őket oda, igen. De most már nem szánkázó domba a neve, hanem királydomb lett belőle. Előadták a rockoperát Magyarországon, határon innen, aztán határon túl. Elkészítettek róla egy nagyon szép filmet, játszotta a Nemzeti Színház, Hirtling István és Bubik István főszereplésével, és nagyon sokféle feldolgozása történt, és megmaradt mindig újdonságnak és szépségnek. Így adta aztán elő az Operett Színház is. Most ebből lehet majd egy részletet látni. Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt, ha tetszik, más előadásában. Törvényét négyen
Hát igen, a történelem nagy pillanatai megzenésítve, ettől ez maga a történelem, az államalapításnak a története. A rockoperától lépjünk a rockopera elődjéhez, hiszen minden út oda vezet, az operethez. Van egy nagyon kedves operett dal, nem magyar szerző szerezte, hanem Fred Raymond. A Juliska, de Juliska. Juliska, Juliska, Buda, Budapest. Igen. Te éltél egy pár évet német nyelvterületen, ugye Ausztriában és Németországban, mondjuk úgy, hogy a Német Szövetség. Összesen négy évet. Négy évet. Van-e a Juliska névnek kultusza a német nyelvterületen? Amikor azt hallod kint, hogy Juliska, igen, akkor a magyar parasztlányt látod magad előtt. És ez így van egész Európában, ahol éneklik ezeket a dalokat. Ugye én csak képet láttam róla, a Juliska vendéglők Németországban, de Bécsben is van, úgy tudom. De most innen van a Jancsi és Juliska. Mesés, bizony, én Grimmétől, ha jól emlékszem. De nem, lehet, hogy ha most meg nem mondom. Úgyhogy igen. A Juliska az egy magyar név, és mindig azzal szoktunk nevetélni, hogy SCH-ban Juliska, vagy a magyarosan Juliska, nem az igazi Juliska. Juliska, de Juliska a Maskin Blue című operettből van. Tessék segíteni, mit jelent ez? Kék állarc. Kék állarc, így van. Fred Raymond a zeneszerző, és aki most játsz egy híres zenész és együttese, illetve a vele éneklő énekesnő, André Rieu, aki 30 éve klasszikus zenei karrier után most könnyűzenével, vagy klasszikus könnyűzenével járja a világot egy 45 tagú zenekarral, és azért imádják az emberek, mert a látványt használja mindenhol. Láttam többször. Igen, mint ahogy most például ebben a dalban is. Tehát Juliska, de Juliska, mi pedig Zsuzsika meg Andiska megnézi veletek együtt. Oh,
hangulat nagymesterei, nagyon aranyos, nagyon kedves, Juliska SZCH-val, ugyanúgy, mint a magyaros SZCH-val. Ami most következik, ahhoz van közünk, majd mindjárt elmondjuk, hogy mi, de nem itt született a zenemű, az Örömóda. Jelent Beethoven, neked valamit? Igen, Beethoven 9. Kanadai magányunkban nagyon sokszor nem televízióztunk este, hanem a Beethoven szimfóniákat hallgattuk egy pohár bor mellett. És nem lehetett olyan késő, hogy nem mondtam volna, akkor most a végén az Örömóda, az Örömóda. Igen. Mi a zene? A zene az, ami minket boldoggá tesz, vagy szomorúvá tesz. És ez a boldogság, ez az Örömódába kiteljesedik. És én most hallottam tőled, bevallom, én nem tudtam, hogy az Európai Uniónak ez a himnusza. Az Európai Uniónak ez a himnusza méghozzá szöveg nélkül. Mivel minden országban más és más a nyelv, tehát a zenei rész lett az Európai Uniónak a himnusza. Na, ez a mi közünk hozzá, de van ennek magyar szövege, amit iskolában mi nagyba énekeltünk, gondolom ti is az üt házad népére, te jó szántóvető. De én hát, előbb jártam iskolába, igen, már akkor nem énekelt, értem. Most egy nagyon érdekes felvételt fogunk látni, ahol ez a mű hangzik el, az Örömóda. Hallgassátok szeretettel! Thank you.
tudom, hogy tudjátok-e, hogy Beethoven nagyon szoros kapcsolatot tartott magyar muzsikusokkal és magyar zenészekkel az életében, és jelentős hatással is bírtak Beethovenre. Az a zeneszerző, akiről most beszélni fogunk, és akitől egy világslágert fogunk fölrakni, az nem Beethoven korában élt, viszont nagyon jelentős hatása volt a francia sanzonra, és ő pedig nem más, mint Kozma József. A két szemű, igen, is látom. Egész pontosan. Mit gondolsz, kitől hallottam én ezt a dalt először? Így mondtántól. Nagyon tévedsz. Én ezt először egy szobában hallottam, ahol a szoba közepén állt egy nagy zongora, ült előtte egy 17 éves fekete hajú lány, körbeállta vagy 4-5 barátja, és megszólalt a két szemét, még most is látom. És ezt a hölgyet... Vajon ki lehetett? Ez a hölgyet úgy hívták, hogy Zsuzsa, akit ma Pálfi Zsuzsának hívnak, tőletek hallottam először. Aztán nagyon érdekes, hogy első között 1957-ben... Nem mondunk dátumokat. Nem mondunk, de attól még Yves Montandit járt Magyarországon, és fellépett az Erkel Színházba. Hát persze, hogy zsúfolásig megtelt a hely, én nem láttam, mert én akkor még gyerek voltam. Egy fekete nadrág és egy fekete ing volt a szokásos öltözete, ebbe állt ki a színpadra, és óriási sikere volt. Te szereted így mondtam? Nagyon. Láttad, az akkor vetítették a mozikba a nagyon nagy sikerű filmjét, a Félelem bére. Hogy ne láttam volna. Szenzációs film volt, a mai napig emlegetjük. És hogy hogyan nézett ki a fiatal így mondtam, én erre találtam egy felvételt, és összerakjuk a kellemest a hasznossal. Egy filmrészlet következik most Yves Montanddal, ahol éppen a hulló leveleket énekli. Azt mondtam majdnem, hogy írja. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. Ugye milyen érdekes, hogy egy magyar milyen hatással tud lenni a francia sanzonra. Kozma József a francia sanzon megújítója volt, és számtalan világsikert írt, amelyet a legnagyobbak énekeltek, többek között Yves Montand. Most egy Gershwin melódia jön, az mindegy, hogy ki volt. The Man I Love. Így van. Te kitől ismered? The Man I Love. Igen.
Hát nem tudnám neked megmondani, én csak annyit tudok mondani, hogy én mindenképpen akartam egy törzsfin összeállítást. Igen. És sokat dolgoztunk együtt a Blum Józsival, és megkértem, hogy csináljon nekem egy összeállítást, amiben benn volt ez a szám is, meg a Porgy & Bess-ből. Csodálatos volt, és első énekese voltam a Hotel Duna Intercontinentálnak. Látod, ki tudom mondani. Igen, igen. Igen. Úgyhogy ott énekeltem először, és olyan csodálatosan lett megcsinálva, akkor én még egy szót nem beszéltem angolul, de annyira füleltem, annyira figyeltem, hogy a kiejtésem jó legyen, hogy jöttek az angol nyelvű vendégek, és akartak velem társalogni is. És pekjed volt. Azt nem tudtam. Nagyon érdekes, mert nem tudom, hogy olvastad a Gershwin életét. Ő úgy kezdte, hogy egy zene boltban, ahol zongorákat árultak, ott ült a zongora mellett, hogy lehessen hallani a zenét, és mutatott melódiákat, de nem a melódia volt az érdekes, hanem hogy szól, hanem a, hogy szól a zongora. Na most erre ezt a feladatot arra is használta, hogy a saját melódiáit kezdte el ott játszani, és egy nagyon küzdelmes élet után lett világhírű, többek között ez a melódia is, és akkor az mindegy, hogy ki volt, énekli Korda György. Az mindegy, hogy ki volt, csak hű legyen. Száz férfit átkorolt szerelmesen, de hogyha rám talál, csak az enyém legyen. Hol töltött eddig el sok éjszakát? Hány férfi várt rá sok éjjel át? De most az életét csak velem élje át. Két gyöngét karjával óvjon, védjen, úgy vigyázzon rám. Édesem becézzel, és cserébe fennjárnék a mennybe véle. Álmot az én szívem csak róla szél, és álmaim nyomán jön majd el. Tudom, egy szép napon betoppa mégis ő. Az mindegy, hogy ki volt, csak hű legyen. Száz férfit átkarolt szerelmesen, de hogyha rám talál, csak az enyém legyen. Hol töltött eddig el sok éjszakát? Hány férfi várt el sok éjjel át? De most az életét csak velem élje át. Gyöngét karjával óvjon, védjen, úgy vigyázzon rám. Édesem becézzen, és cserébe fennjárnék a mennybe véle. Álmot az én szívem csak róla szőr, és álmaim nyomán jön majd elő. Tudom, egy szép napon betoppa mégis.
amikor válogattam a felvételek között, nem véletlenül, hogy Korda György előadásában tettem föl ezt a dalt, hiszen nagyon fontos az, hogy, és ma már a magyar nóta énekesek között is nagyon sok van, aki nem egyetlen egy műfajban arat sikert, hanem musicalt énekel, mint ahogy Korda operettet is énekelt, agitálták, hogy opera énekes legyen, fejlessze úgy a hangját, gyakorlatilag a jazz felé elment, nagyon sokféle műfajban megmutatta a tehetségét. Arra nem emlékszem, hogy musicalt énekelt volna, dehogy is nem, a Macskákat. Van egy ilyen felvétele az Éjférről. A Macskák az egyik legrégibb és az egyik legsikeresebb Webber musical. Láttad-e a Macskákat? 25 éve megy Torontóba a Macskák, egy színházi társulattal. Semmi mást nem játszanak, csak a Macskákat. És 25 év után még mindig teltházzal. Akárcsak itt a Madárszínházban. Úgyhogy csodálatos. És azt kell mondanom, hogy nem is nagyon értem, hogy hogy történhetett az meg, hogy a Broadway-n, a színházakban, a világon mindenütt sikertere csináltak belőle egy filmet. Mikor megjelent itt Magyarországon, rögtön megvettük a filmet, leültem, és 5 perc után úgy éreztem, hogy föl kell állnom, mert nem bírom tovább. Mi lesz még ebből? De csak biztattam magam, hát nem létezik, hát valami ebből kijön. Aztán jött ez a fő ária, és Jennifer Hudson énekli, aki egy ragyogó énekes, de nem énekli, sírja végig az egészet, tehát a dal nem érvényesül. Aztán rájöttem, különben bukás volt a film. Igen, aztán, a kritikák ugyanaz. Aztán rájöttem, hogy mi az, ami viszont érdemes végignézni, az a balett, az a Macska balett. Hát az valami szenzációs. A filmnek a kiállítása. Egyébként a kritikák is nagyon lehúzták pontosan, ezért hát ugye a rendezőknek sokféle dolog forog a fejükben, nem mindig az, ami a közönség ízlésével találkozott. Ez a dal, ami most következik, az Éjfél, ez viszont világsiker, a Macskák leghíresebb dala. És ha már egy énekesnő ül mellettem, akkor most ezt a dalt Pálffy Zsuzsa énekli. Nem mindenki tudja elénekelni. Igen, így van. Éjfél, mi a hallgat a járdát, mire gondolok ékon, hogy csak mosolyog rám. Lomha szél fú, rőt avar, fut a lábam elé, téped pán, jajong a fán. Oh,
Hát igen, a macskáknak ez a leghíresebb dala. Ma már majdnem mindenféle műfajról beszéltünk itt. Egy műfaj kimaradt, az opera. Érdekessége lesz a mai műsornak, hogy az operából nem egy operett rész, vagy nem egy opera részletet lehet majd hallani, hanem egy táncot lehet látni, nemzeti operánkból, a Hunyadi Lászlóból. A palotást. A palotást, így van. Zsuzsi, szerinted élő műfaj-e az opera? Szeretik-e az emberek az operát, vagy hogy lehet megszeretni az operát? Hát én nem tudom, hogy lehet megszeretni. Mondjuk egy olyan tippet tudnék adni szülőknek. Nekünk anyu már 13 éves korunktól befizette az opera bérletet. Hozzászoktatott minket a zenés beszélgetéshez. Hát ugye az opera az zenés beszélgetés. Így van, zenés. És most végtelenül élveztem. Maga az operaháznak az egész milliője, amit most ugye át... Egy fenséges érzés, és az ember ünnepli, hogy bent van. Mit szólsz te az öltözékekhez? Ugye az operába illik felöltözni. Igen, az operába illett felöltözni, oda nagy estéibe, smokingba és sötét öltönybe és tudod, kendőbe. Miért öltözöm föl az operába? Igen. Hogy megadjam a tiszteletet a darabnak és a művészeknek. Meg gondolom saját magadnak és az élménynek. Ugye? Tehát egész másképp érzi magát. Ma sajnos nagyon sokszor pólóba és tornacipőbe, sőt én világban is. Elég baj ez. Nem ez a kis polgáriság, hanem talán ez valami más. Hát akkor jöjjön a tánc, a palotás, de én úgy tudom, hogy van palotás élményed is. Az is van, igen. Igen, akkor nézzük a Csárdás után a palotást. Kossuth Akadémia népi tánccsoportjába táncoltam egy pár évig. És Fazekas gimnáziumba jártam, és oda meg lett hívva a csoport. Valamilyen rendezvény volt, már nem emlékszem, hogy mi a szülőknek, tanároknak, gyerekeknek, és ott táncoltuk el a palotást. A palotást. Hát ez egy csomó, ugye ezzel szokták a bálokat is megnyitni. Egy nagyon nagy szabású, és nagyon ritka, hogy az operában egy tánc jelenet van, kevés ilyen opera van, ahol önálló számként, ráadásul nemzeti operában meg egyáltalán. Hát akkor jöjjön a palotás. A utánpótlását a hírneves Magyar Táncművészeti Főiskola adja. A növendékek most Zsámboki Marcell koreográfiáját táncolják. Következzék a palotás. Thank you.
Ugye, hogy a jó zenének nem kell útlevél, elég az egy karosszék, és már is repültünk a zeneszárnyán, és hazaérkeztünk. Úgyhogy mindenkinek jó éjszakát és szép estét kívánok. Úgy szintén. Viszontlátásra.